Az épületben több mint 500 raklap briket, illetve termények voltak, melyekre a tűz szintén áterjedt. A tiszafüredi karcagi, mezőkövesdi, püspökladányi, egri és debreceni hivatásos tűzoltók, illetve a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat kiérkezésére a Hodály teteje több helyen is beszakadt. Az egységek több oldalról számos vízsugár használatával lettek urrá a lángokon. Kigyulladt egy körülbelül 1200 négyzetméter alapterületű Hodály Nagy Iván külterületén. Az épületben több tonna brikettet tároltak, a tűz átterjedt erre is, illetve az épület más részében tárolt terményekre is. Tiszafüredről, Karcagról, Debrecenből és Mezőkövesdről érkeztek tűzoltók a helyszínre. Ők a Jász-Nagykun-Szolnok megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett 4 vízsugárral avatkoztak be. Munkájukhoz egy erőgépi segítséget nyújtott, amely az izzó részeket távolította el az épületből, amelynek a tetőszerkezete beszakadt. A beavatkozást nehezítette, hogy a nagy mennyiségű briket rendkívül intenzíven és hosszan égett, így a jelentős hőfejlődés miatt csak sokára tudták megközelíteni az épületet azok a munkagépek, amelyek az éghető anyagok kihordását végezték el.